Végeztetek? Stockinger Edina is annak a csapatnak a tagja, akik akkor a reggeli órákban már nekiláttak az udvarrendezésnek, festésnek a Szedreskerti bölcsödében. A ciszteres gimnazista fontosnak tartotta, hogy részt vegyen az akcióban. Hogy önzetlenül tudja segíteni másokon. Az országos program részeként a fiatalok csoportjai 72 órán keresztül vállalnak szociális, karitatív, fejlesztő vagy építő tevékenységet. Több ezer fiatal mozdul meg az országban, Székesfehérváron 200 önkéntes csatlakozott az ökumenikus kezdeményezéshez. Nagyon jó bekapcsolni minél több fiatalt abba, hogy jót tenni, jó dolog, együtt többen, sokkal több mindent tudunk megvalósítani nagyon rövid idő alatt. Itt már az intézményben jelezték is, hogy nem is gondolták volna, hogy ennyire gyorsan fogunk haladni. A közösség ereje, az önzetlenség sokak szerint a mozgatója ennek az akciónak, a legtöbb résztvevő ezért vállalkozott a háromnapos programra. Nagyon szeretem, hogy így a közösség erejével tudunk tenni másokért, meg így főleg, hogy bölcsödékbe fogunk most festeni, a gyerekeket nagyon szeretem, és így örömet szerzünk nekik. A Szederúti bölcsöde mellett a sóstói református temető környezete is megszépült. Haladunk szépen az út mentén, és próbáljuk egyre szebbé tenni a temetőt a mai nap folyamán. Székesfehérvárról és Agárdról is érkeztek a fiatalok, hogy részesei legyenek az ökumené jegyében zajló programnak. 13 fiatal munkálkodik most itt a temetőben. Ezek a fiatalok egyrészt az evangélikus ifjúságból jöttek, illetve van református és katolikus fiatal is köztünk, tehát egy ökumenikus csoportról beszélhetünk. Egész nap több helyen folytatódtak az önkéntes feladatvállalások. 72 óra kompromisszumok nélkül a tenni akarás és a felelősség vállalási jegyében nem késő még csatlakozni a projektekhez, hiszen előzetesen ugyan regisztrálni kellett, de az önkénteseket szívesen fogadják továbbra is a helyszínen a szervezők. A program keretében október 13-án a Kríziskezelő Központnál, valamint a Kisteleki úti napraforgó bölcsödénél tartanak kerítésfestést 9 órától délután 4-ig.